És majd is mehetem. Tábor István, szervusz, köszöntelek a műsorban. Sziasztok. A témán pedig gyakorlatilag nem más, mint a Tokaji Grand, illetve a nagy Tokaji kóstoló. És akkor maradjunk először, hogy a Tokaji Grandnál mit tudhatunk róla, mi ennek a programsorozatnak a célja? Gyakorlatilag egy Wine Lovers Ernyő Márka név alatt adott tematikus hónapokat szervezünk, és a márciust a Tokaji témának szenteljük, a Tokaji borvidéknek, az egész régiónak, és szeretnénk a termelőket, illetve a borvidéken élőket integrálni, és bemutatni részben egy országos programsorozat keretében, részben pedig egy nagy tokaji kóstolón a hónap végén. Ha már említettük a borvidéket, akkor mit tudhatunk róla? Hát mivel tudjuk, hogy Magyarország északkeleti részén található, az Emberi-hegységnek gyakorlatilag mondjuk, hogy a déli-délkeleti lábánál egészen lenyúlva a löszös talaj, de alapvetően azért egy vulkanikus eredetű talajú terület, pont emiatt erős savgerincű borok készíthetők itt, illetve olyan fajták, mint a furmint, illetve a házlevelű hajlamosnak aszusodásra, és leginkább erről az aszúról, illetve a speciális mikroklímáról híres a tokai bor. Mit tudhatunk erről a nagy tokai kóstolóról? Ez a hónap utolsó szombatján, 28-án kerül megrendezésre egy 5 csillagos budapesti hotelben. Itt közel 70 tokai borászat vesz részt, illetve számos olyan tokai civil szervezet vagy település, aki szeretné a belföldi turizmust is erősíteni, és közel 200 fajta tokai bort lehet majd kóstolni, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket. Említetted ezt a mesterkurzus, ez mit jelent egészen pontosan? Több kurzusunk is lesz, gyakorlatilag ez egy olyan mondjuk úgy oktatási jellegű előadás, ahol 50-80 vagy akár 100 fő egy adott témában merül el, 8-10 különleges bor kerül megkóstolásra. Lesz olyan, amikor egy aszuvertikális sor a disznókőpincészettől, lesz, amikor a száraz tokai borokat a nemzetközi más száraz fehér borokkal hasonlítunk össze. Tokaj kereskedőháznak mutatkoznak be az új borai, Szepsi István tart egy nagyon ígéretes kóstolót, és még számos ehhez hasonló érdekes témában 70-80 percben egy előadó, és vele szemben pedig az érdeklődő. Mi jellemzi egyébként Tokajnak a borait? Mitől olyan különleges, te mit mondanál? Hát egyrészt a talaj, ahogy említettem, másrészt vannak olyan fajták, amik alkalmasak nagy beltartalmú borok készítésére, főleg a furmint házlevelű, illetve emellett sárga muskotáj, zéta, kövérszőlő, illetve kabar, ez a 6 fajta engedélyezett a borvidéken. Alapvetően ez a két tényező, illetve a mikroklíma, tehát ami a két folyó Bodrog-Tisza találkozása miatt alakul ki egy ilyen nemes otthonás, amit asszonynak kedvez, de egyre inkább az utóbbi években technológiai fejlesztések, illetve száraz borok felé való elmozdulás jellemzi a borvidéket. Mit tudhatunk a nagy tokai borárverésről? Ez egy idén már harmadjára kerül megrendezésre, ez egy tokai kezdeményezés, tulajdonképpen olyan tételek, amelyek nem kaphatók forgalomban, és egy külön borlagrendi bizottság által előminősítettek, ezek kerülnek árverésre, mondjuk úgy ilyen nyugati francia borvidéki minták alapján, és értelemszerűen itt az adott pincék támogatása, illetve a borvidék kommunikációja áll a központban, a tokai borlagrend szervezi, és idén ők is bemutatkoznak nálunk egy sajtótájékoztató erejéig a nagy tokai kóstolón. Izgalmasan hangzik, hol tudunk utána nézni a programnak? Leginkább a webcímet javasolnám, tokaigrand.hu, oldalon tudtak minket elérni, és itt minden fontos információ, kiállítók, borászatok, mesterkurzusok, jegyárak, vásárlási lehetőség megtalálható. Isten, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!